szakadó esőben sátor alatt rendezték meg Szederkényben az adventi nyitott pincék programsorozat első eseményét, Karl Ádám pincéjénél. A 749 éves településen több nemzetiség, magyar, német, horvát és roma él együtt. A helyi német önkormányzat kezdeményezésére advent valamennyi vasárnapján jótékony célú zenés hangolódással készülnek karácsonyra. Szerettünk volna már évekkel ezelőtt valamilyen adventi programot kitalálni, és tavaly jött igazából az ötlet, de akkor már rövid volt az idő, hogy megvalósítsuk, és így most idén egy kicsit időben korábban nekifutottunk, és szerettük volna összehozni. Nagyon örülök, hogy ilyen embereket találtam, akik bevállalták ezt, mert ez egy gyakorlatilag egy családnak a pincéje, és ugye 4 hétvégén át 4 család vállalta be, hogy egy-egy pincét kinyit, és egy ilyen nagyon örülöm, hogy látjátok, földíszítették, és segítettek, szerveztünk minden. Az időjárás sajnos nincs velünk, de reméljük, hogy azért sokan eljönnek. Advent első vasárnapján Hok János és a Fekeder muzikánten adott koncertet. Fekedről érkeztünk, ez egy másfél évvel ezelőtt alakult zenekar. Elsősorban sváb-német zenét szoktunk zenélni. Másfél év alatt kiderült, hogy a fekediekkel, illetve a Fekedről elszármazottakat egy kicsit ki kellene bővíteni, tehát bővítettük a zenekart. Azért vagyunk ma itt egyébként, mert a Hók Jani barátunk, a szintén szederkényi, ő lett az egyik harmonikás a zenekarnak, aki megkért bennünket, hogy ebbe az adventi készülődésbe esetleg bekapcsolódnánk, mert egy fél órás kis műsorral készültünk, és ezt szeretnénk előadni ma este. Ez egy frissen alakult zenekar, nagyon nincsenek fellépéseink, mi gyakorlatilag a közösségért járunk össze, és a közös zenélésekért. Úgyhogy mi nem nagyon szoktunk még fellépéseket vállalni. Ebben a zenekarban amatőr zenészek vannak nyilván olyan zenészek, akik már régebb óta zenélnek, és ez egy jó közösség, gyakorlatilag mi csak most egy ilyen rendkívüli alkalom, hogy eljöttünk egy kis adventi készülődésre. A bevételt a helyi nemzetiségi óvoda javára ajánlotta fel a szederkényi német önkormányzat. Nagyon örültünk annak, hogy ez a mai első adventi az óvoda javára lesz megrendezve. Jó a kapcsolatunk nemzetiségi óvodaként a német önkormányzattal, úgyhogy tényleg jól működik a kapcsolat, és nagyon bízunk abban, hogy szeptembertől fenntartóként is átvesznek minket majd a nemzetiségi önkormányzathoz. Sajnos már nagyon kevesen hoznak otthonról bármiféle sváb hagyományt, de mi azért igyekszünk abban, hogy ezt megőrizzük, és hogy tovább tudjuk adni a gyerekeknek. Van az óvodának több is, az egyik az a Márton napunk, ami ilyen rendezvény, a május fállításunk szokott ilyen lenni még, és hát van mindig egy hetes projektünk, ami meg kimondottan a nemzetiségi hagyományok ápolásáról szól. Az adventi programon sütivásárt is tartottak, melynek bevételével szintén a helyi nemzetiségi óvodát támogatja a szervező, szederkényi német önkormányzat.